A legalább 20 éve együttműködő partnereinek tartott lojalitásdíját adó ünnepséget az Erste Bank, melynek keretein belül köszönetet mondtak a hosszú távú, eredményes kapcsolatért. A Széchenyi Gú konstrukció bemutatásával pedig egy újabb lehetőséget kínáltak a vállalkozók számára. Tigelman Gábor, az Erste Bank kis- és középvállalati üzletágának Dél-Magyarország régió vezetője elmondta, az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőségük személyes kapcsolattartásra, így ezzel a rendezvénnyel is igyekeznek közelebb kerülni a partnerekhez. A mai nap egy kis közös ünnepés az ügyfeleinkkel. Két év pandémiás időszak után nem tudtunk eddig találkozni az ügyfeleinkkel, és most végre van az az alkalom, hogy újra egy személyes ügyféltalálkozó keretében tudunk egy rendezvényt szervezni. A rendezvénynek az első részében a 20 év és az annál régebb ügyfeleknek egy kis ajándékcsomaggal kedveskedünk, megünnepeljük azt, hogy az ő támogatásukat, az ő segítségüket, hogy így tudtunk gyakorlatilag mi is velük együtt fejlődni. Ennek keretében egy díjat adunk át, illetve különböző kedvezménycsomagokat kapnak még a jövőre vonatkozólag, hogy az együttműködésünk tovább ugyanilyen sikeresen folytatódhasson. Az est második részében pedig a hagyományoknak megfelelően, ugye amit említettem, hogy két évig nem tudtunk találkozni, egy ügyfélrendezvényt tartunk, ahol újra személyesen tudunk találkozni, itt, és ebben a légkörben újra tudunk egymással beszélgetni, ügyfelek egymással beszélgetni, egymással nézeteinket megosztani. Ebben a kellemes környezetben mutatja azt az ügyfeleknek ezt az igényét is, és ezt a sikerét, hogy egy teltházas rendezvénye 200 fő fölötti ügyfélszámmal tudjuk ezt a rendezvényt megtartani. Hozzátette, az együttműködés sikeressége nem csak a bankon, hanem az elhivatott vállalkozókon is múlik. A Széchenyi Gú konstrukciónak köszönhetően 2022 első felében az ügyfelek fix kamatozási forrásokat tudnak igénybe venni, fél, illetve 2,5%-os kamat mellett. A siker titka az, hogy önmagukban az ügyfelekben van, azt gondolom, hiszen az ő lelkiismeretességük, szorgalmuk nélkül nem tudtak volna ide eljutni. Mi ebben igyekeztük őket támogatni, és akár tanácsokkal, akár nyilván pénzzel, mint bank ellátni. Ez a közös siker tulajdonképpen ennek az ünnepnek az alapja. Jelenleg a gazdasági környezet egy éles változásban van. Ugye a kulcsszavak a gazdasági környezetben az infláció, az energiaárak emelkedése, a szállítási láncok szakadozása, ugye ez egy olyan kihívás, aminek a megoldásait keressük. Én azt gondolom, hogy a múltban is pont azok az ügyfelek, akik itt vannak, és akik már régóta működnek, és nagyon sok régóta működő ügyfelünk van, hogy ők különböző kihívásokra megfeleltek, ennek is meg fognak felelni. Mi ebben igyekszünk mi is tanácsokat adni, amire azt gondoljuk, hogy most egy ilyen adott pillanat van, hogy a banki oldalról a kamatoknak az emelkedése az, ami drasztikus változást hozott, hiszen nem csak a műtrágya ára vagy az acélára emelkedett, hanem a kamatok is. Ugye jelenleg a banki finanszírozás, refinanszírozás az 6% fölötti kamatokkal van. Ugye ez miatt az ügyfeleinknek a kamatköltsége jelentősen emelkedhetnek a jövőben. Most van még egy program, ami az idei fél évéig szól, ez a Széchenyi Go program, aminek a keretében akár hosszú, akár rövid lejáratú forrásokat 0,5%-on, illetve 2,5%-os fix kamatozás mellett tudnak igénybe venni, ami jelenlegi kamatkörnyezetben rendkívül kedvező, úgyhogy mi arra biztatjuk az ügyfeleinket, hogy akik fel akarnak készülni a következő időszaknak a kihívásaira, látják a terveiket, azok még ebben a kis véghajrában, ebben a maradék két hónapban hozzák meg azokat a döntéseket, hogy minél inkább nagyobb tartalékokat tudjanak neki vágni a következő időszaknak is kedvező kamatozású hitelekkel. Mesél továbbá az Erste filozófiájáról és arról, hogy milyen kapcsolatokat ápolnak a helyi vállalkozókkal. Az Erste-nek a filozófiája mindig is az volt, hogy a pénzügyi támogatáson túl, ugye maga az Erste Bank 200 évnél régebbi, gyakorlatilag, illetve Magyarországon 25 évnél régebben vagyunk, 25 éve vagyunk jelen. Ugye ennek következményeként mi egy stabil és kiszámítható partner akarunk lenni. Ájer Gyula, a Rekrea mezőgazdasági és kereskedelmi Kft. Ügyvezetője elmondta, milyen körülmények között indult kapcsolata a pénzintézettel, és mit tudott megvalósítani a támogatásuknak köszönhetően.
Az Erste Banka 2002 nyárán kezdődött az együttműködésünk. Igazából mi kerestük meg őket, tehát szükségünk lett volna egy komolyabb hitelösszegre, és a másik versenytársbanknál, akinek voltunk, ő sajnos nem volt ennyire partnerben, az Erste Bank pedig partner lett ebben. Az első lépés, ami volt a banka, egy komoly beruházás volt, ez egy ilyen, hát a mi részünkről komoly, ez 120 milliós beruházás, egy mezőgazdaságból élő cég vagyunk, tehát egy szárító és tisztító és annak a kiszolgáló egységének a beruházáshoz kellett a pénz, és ebből ők gyakorlatilag igen jó kamatokkal finanszírozták meg ezt az összeget, és azóta gyakorlatilag töretlen a kapcsolatunk, bármiben igényünk van, akár betét, akár banki felvétel, hitelfelvételben rugalmasan, gyorsan, ügyesen megoldják. Az Erste Bank felhívta a figyelmet arra, hogy aki a közeljövőben fejlesztéseket tervez vállalkozásában, annak ajánlott élni a Széchenyi Go konstrukció által nyújtott lehetőségekkel.